két felvonásos, lendületes, zenés bohózatból film is készült. Az alaptörténet a klasszikus komédia egyik alaptípusára, a személyek és a szerepek cseréjére épül, a férfi és a nő örök küzdelméről, a szerelemről szól. 2001 óta játszok színdarabot, hát előtte zenésztem a színdarabokba, még előtte táncoltam. Kettő szerepet játszok, Dömötör és Rodrigo szerepét játszom. Egy kicsit nehéz volt megalakítani, mert nagyon sok szöveg, sok öltözködés, rohangálás, de hát sikerült megoldanunk. Dömötör szerepe egy kicsit viccesebb, a Suárez egy kicsit komolyabb, de hát mind a kettőt szívesen játszom. A vígjáték karakterei lehetőséget adtak arra, hogy a szereposztásban a társulat több generációja is bemutatkozhasson. A humorban, a táncban és az örökzöld slágerekben bővelkedő előadás nehéz rendezői feladat, mert komoly színpadi és színház technikai tudást követel, mondta a rendező. 50 éve, hogy a színjátszás, amatőr színjátszással foglalkozok. 1989 óta rendezek. 3 hónapja kezdtük gyakorolni, karácsony előtt osztottam ki a szerepeket. A vajdasági amatőr színjátszók szemléjén szeretném bemutatni Kikindán. Utána már kaptunk meghívást Becsére, Topolyára, környező falvakba, Doroszló, Szilágy, Gombos. A bohózat zenei rendezője magiszter DNS László, koreográfusa Tóth Zsaklina. A történet sikerét még az elmúlt évtizedek sem tudták elhalványítani, ezt támasztották alá a nézők is.